a személyes hit megújulását jelentette a reformáció, más szóval nem az egyház hitéről, hanem a személyes meggyőződés kérdéséről vívódott önmagában Luther is, de az egész reformáció erről szólt, hogy ez nem egyszerűen egy tanítás kérdése, hanem egy belső személyes, egy kiforrott meggyőződésnek az ügye. Luther igazában véve azt élte át, hogy a bűnbocsátó cédulákat pénzért meg lehetett vásárolni, ezzel mintegy az üdvösséget is, és ő maga úgy vélte, hogy ez gyalázatos dolog. Luthernek az volt a belső felszabadító élménye, hogy Isten országába egyedül Jézus Krisztus érdeméért tudunk bejutni, ezt pedig hitünkkel, mégpedig személyes hitünkkel tudjuk elfogadni, megragadni, és ez indította el valójában a reformációt, annak minden egyes sajátos vetületével együtt, és úgy vélem, hogy ez a személyes hit megfogalmazása, kialakítása, a személyes meggyőződésnek a megfogalmazása ma is aktuális, mert nem papírhitünk van, még csak nem is biblia hitünk van, hanem személyes meggyőződésünk, ahogyan ma korszerűen azt meg tudjuk fogalmazni, és el tudjuk mondani az utánunk jövő nemzedékeknek is. Azon múlik minden, hogy ez a belső személyes hit igazi meggyőződésé válik-e, vagy sem. Természetesen nagyon sokféle akadály lehet ezen az úton, és sokféle választ kell a modern embernek megfogalmazni ahhoz, hogy egy tudatos keresztjénné váljék, mind értelme, mind érzelemvilága, mind pedig akarati elkötelezettsége nyomán. Ha erre gondolunk, akkor természetesen ez a személyes hit kialakítása nagyon sok küzdelmet jelent. Például napjainkban sokkal inkább arról beszélnek, hogy ez a világ inkább Isten nélküli, mint sem, hogy Istenhez tartozónak mondhatnánk magunkat. Többek között azért is, mert úgy vélik, hogy aki hisz, az nem tudhat, és aki tud, az nem hihet. Ez a látszólagos ellentét azonban könnyen feloldódik akkor, hogyha valaki elmélyül mind a hit tudományában, mind pedig a természettudományokban. Pascal Jordan, kutató fizikus írja azt, hogy a ma embere is belső szellemi tudathasadás nélkül hihet a Jézus általi megváltásban, és ugyanakkor elkötelezetten kutathatja, megismerheti ezt a világot, annak minden törvényszerűségét. Más szóval a laboratóriumban kutathat, az oratóriumban pedig imádkozhat. A reformáció korában rendkívül sok szerzetes és apáca volt, abból az egyszerű okból kiindulva, hogy egy sokkal szegényebb világban kellett a mindennapi külső körülményeket biztosítani, és erre a kolostorok megfelelő lehetőséget kínáltak. Ezért fordulhatott elő, ahogy a történelmi följegyzések mutatják, hogy Wittenberg lakosainak kétharmada vagy apáca, vagy pedig szerzetes volt, mert ott biztos megélhetés, mindennapi kenyér, és legalábbis egy szerzetesi szoba a rendelkezésére állt. Ugyanakkor pedig hiányoztak a mindennapi munkát elvégző pékek, vagy kovácsok, vagy más mesterséget készítő emberek, mert részint párosult ehhez a szerzetesi életformához egy olyan ideológia is, merem mondani, hogy inkább ideológia, mint teológia, hogy ez Istennek tetszőbb életforma, ha valaki szerzetesnek megy és egész életében imádkozik, visszavonul a világ bűnös zaklatottságából. Holott a reformáció egyik felismerése volt többek között, hogy a profánt és a szentet nem választotta el egymástól, hanem azt vallotta, hogy Isten minden munkát, minden gondolatot megszentel, hogyha az neki tetsző. Egészen biztos, hogy egyfajta a családi élet megújulására biztató a reformációnak a felismerése, amelyben két szerelmes szív találkozik, és ebből a szerelemből gyermekáldás születik,
ami az emberiség jövőjét is biztosítja, de ugyanakkor a szülőnek is szép feladat és öröm, hogy az életet tovább plántálhatja. Az édesanyai hivatás legalább olyan nemes hivatás, mint minden más földi foglalkozás. A reformáció nem csak az evangélikus egyház vagy a protestáns egyházaknak az ügye, hanem napjainkban a római katolikus egyház is olyan megújulási tendenciát mutat, amelyben maga a pápa a reformáció 500 éves jubileumi ünnepségére a svédországi Lundba zarándokolt, hogy együtt ünnepeljen a világ evangélikusságának képviselőivel. A jelenléte is azt árulta el, vagy azt jelezte, hogy keresztény testvérként látják a római katolikus testvéreink is a reformációban felismert igazságokat követő egyházak tagjai. Az iskolából, mert szigorú volt a tanítónéni. És intő helyett bábcsoportos lettem. És innentől. Érdekes olyan... nevelési mód. Igen. Előtte csak kiabált, meg verte az asztalt. Én azt mondtam, hogy nem, köszönöm, nekem ebből nem kell. Anyukám reggel feltett a buszra, következő megállónál leszálltam, eltűntem, az egész iskola engem keresett, de innentől bábos lettem. A báb művészetből táplálkozom, és szerzői jogtól kezdve mindenfélére tekintettel nekem kellett írni a darabokat, ahhoz, hogy játszhatók legyenek. És hát óhatatlan, hogy ezekbe a darabokba egyszer-egyszer egy mondókát el kell mondani a szereplőnek. Ez úgy együtt jött. Én szoktam mondani, hogy mindennek a csírája, a képektől kezdve, a játékon, az előadáson át, mindennek a csírája nálam a báb művészet, és ez így van egybe. Ezek a képek mind könyvillusztrációként készültek, annak indultak, és magukat a könyvben lévő versek, illetve novellák hívták életre őket. A legkedvesebb művészeti ágom a árnyjáték volt. És amikor elkezdtünk képekben gondolkodni, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy én rajzolni nem tudok, én festeni nem tudok, de az árnyékokat nagyon szeretem, és árnyazni tudok. És ez így lett kialakítva ez a rengeteg kép, amit az egyik barátnőm elnevezett árnygrafikának, mert hogy az árnyak adják a képeket és a grafikai megoldásokat. A legtöbb vers az háromsoros, ezeket ma úgy hívják, hogy haikuk. Nem mindegyik, mert van, amelyiknél felbomlik a ritmus, és akkor azt már csak gondolatnak hívjuk. 5-7 és 5 szótagos, viszont segítenek egy kicsit koncentrálni, segítenek a gondolatot összeszedni, és olyan ütősen hozzátenni a képhez, vagy esetleg a novellákhoz. Minden vélemény, minden mondat, minden gondolat abból adódik, hogy én hívő emberként jól, rosszul, hibákkal, nem hibákkal, Istenre, Isten bocsánatára, könyörületére rászorulva élek. Tehát ugyanúgy, mint más ember, minden más ember, de mindig ott van. Tehát ha a görög mitológiáról beszélek bármiről, vagy egy főnixről, vagy akármiről, akkor is bennem van az, hogy én az egész világot hívőként szemlélem. A bűneimben, az esendőségemben, az emberi mi voltomban, mindenben. Én úgy érzem, hogy ezt nem tudom külön választani. Itt van ez a Főnix vers, ebben szerinted hogyan van jelen Isten, vagy mi az, ami egy isteni szimbólum benne? Hát ha újra teremtem. Ugye az akár Jézusnál, akár a reformációnál is újra megjelenik. Főnix, úgy mosolyognék, de nem tudok. Röpülnek felettem a napok. Száz színben fürdik az őszi éj, holtvágylat ringat a déli szél. Hamisan csendül egy régi dal, megkövült szívnek az csak ricsaj. Bíborlevélke most táncot lejt, elhagyott ágacska nem felejt. Egy könycsepp pihen a pillán, a sóhaj szál, lánggyul egy szikrán.
Kacérmosoly váltja a csendet. Főnix vagyok. Hamvam teremtett. Ha nem mondanánk ki Isten nevét, vagy nem mondanánk ki Jézus nevét, akkor is folyamatosan lehet úgy élni, hogy az bennünk van nagyon mélyen. Mai világban nagyon sokszor az emberek nem tudnak a hívő ember közeledésével mit kezdeni. Viszont fordítva működik, tehát hogyha ők látják bennem a esendő embert, és később megtudják mind a foglalkozásomat, mind pedig a hitvallásomat, akkor csodálkoznak, közelebb kerülnek, és elkezdenek kérdezni. Amikor verset írok, akkor az a nehézség, és azért szoktam néha barátaimmal meg is nézetni a verseket, mert én mindent el tudok mondani, jó értelemben. Tehát én elmondom, ha zökken a ritmus, ha nincs ott a rím, akkor is próbálom elmondani. Ha ír az ember, akkor van egy gondolata, legalábbis én úgy érzem. Leírom, az az enyém. Kiteszem bárhová, elolvasod, onnantól a tiéd. És akkor jön a harmadik, negyedik szint, hogyha jön valaki, és elmondja, akkor elsősorban az előadói, de amikor te azt meghallgatod, akkor már a befogadói. A személyes sorsunk mindig másképp mutatkozik meg a külső néző, és ahogy mi megéljük. Ugye, tehát én valószínűleg így élem meg a sorsomat. Tehát ilyen magasságokban, ilyen mélységekben, és egyetlen egyet szoktam mondani viccesen, hogy ha én művész vagyok, akkor egy dologról tudom, nagyon könnyen megsértődök. Persze nem mutatom, meg nem élek vele, de nagyon könnyű megbántani, és akkor nagyon-nagyon sokáig pörgök magamban, akkor versek is születnek ebből, igen. Tehát, hogy ilyen nagyon érzékeny vagyok, de ezt kellett megtanulni, ezért is lettem báb, meg drámapedagógus, hogy megtanuljam ezeket kezelni, tehát, hogy azért az életbe tudjak létezni. Pontosan azt szeretem a mi felekezetünkben, hogy emberi. Én ezt úgy élem meg, hogy emberi. Hogy nem kell nekem mindig maszkot viselnem, hanem felvállalhatom azt, hogy én ember vagyok, gyarló vagyok, hibás vagyok, és ebből sokkal jobb építkezni. Nem tudtam azzal azonosulni, hogy én miért vagyok mindig bűnös. Ugye most meg pont ezt az utat keresem, és erről beszélek. Tehát mennyire változik az ember a élete folyamán. És egyszer csak elmentünk Arnótra, ott volt a lelkész a férjem nagybátyja, és mondtam neki, hogy nekem mi bajom van az egyházzal. Mire mondta, hogy na de nekünk örülni kell. Mi evangélikusok vagyunk. Minket Jézus megszabadított a bűneinktől. Mi miért lennék boldogtalanok? Ránéztem, és akkor azt mondtam, hogy nekem itt a helyem. Tehát ez körülbelül így történt, hogy igen, akkor jöhetek? Persze, hát akkor én evangélikus vagyok. Tehát ez durván így történt. Azt a üzenetét, hogy örömhír, tehát ezt én nagyon fontosnak tartom. Igen, vívódunk, keressük az utunkat, meg napi szinten megharcolunk a hitünkért, Istenünkkel, de örülünk, mert a csata el van döntve. Tehát mi azt megnyertük. Tehát ettől még, tudod, hogyha bemész a meleg szobába, előtte még érzed a hideget, meg be kell fűteni. Tehát ez egy folyamat része. Még a 90-es évek elején, amikor nem volt hittantanárképzés a teológián, akkor katehéta képzés volt, hitoktatói képzés, az rendszeresen. És meghívtak oda előadónak a bábról beszélni. És belesodrottam, azt hiszem 94-ben, de most nem akarok hazudni, indult az első hivatalos hittantanári szak, és belesodrottam, és az első csoportban benne voltam így. Nagyon nehéz átadni, mert az, hogy hittant tanít az ember, az, hogy hittanórára jár valaki, és hogy hisz, ezek önálló fogalmak. Ritkán kapcsolódnak. Én úgy döntöttem, hogy ebből a befogadást és a megértést fogom a történetek által is erősíteni,
mert én csak egy eszköz vagyok. Tehát, hogy azt szeretném, hogyha a gyerekek azt éreznék, hogyha valamikor bajuk van, akkor voltak már egy olyan környezetben, ahol megértették őket, és ez teljesen mindegy most, hogy milyen probléma. Ha csak az, hogy fáj a lába, ha csak az, hogy beteg, ha szerelmi bánata van, bármi. És talán előbb-utóbb erre emlékezve azt mondja, hogy igen, hát oda tudok mindig fordulni, oda mehetek. Nekem összesen ennyi a célom az egész működésemmel. A reformációra készülünk, és én, mint pedagógus, meg hittantanár is arra készülök. Ugye itt a Budafoki Református Iskolának vagyok a tanára, és mindig Luther munkásságáról beszélgetünk ebben az időben. Minden embernek, nekem is van ennek a témának kedvenc részeim. Nekem a kedvenc részem, vagyis ami hozzám most közel áll ebben a helyzetemben, tehát ebben az életszakaszomban, az Luther kétkedése. Tehát amikor Luther vívódik a cellájában és keresi azt, hogy hogy tud Istennel megbékélni. Szerintem ez mindig egy aktuális probléma, egy aktuális dolog, gond. Tehát mi is minden nap megküzdünk hitünkért, életünkért, örömünkért. Luther kétkedése. Tövisekkel raktad ki utamat, minden lépésből egy csepp vér fakad. Feléd mennék, Uram, de nem tudok. Attól félek, hogy én elkárhozom. Bűnben fogantam és bűnben élek, megbocsátó szavad csak remélem. Haragvó vagy, soha nem bocsátasz, szigorú szemeddel engem bántasz. Gyomromban a pokol őrült tánca, hátamon bot, magam megaláztam. Bármit teszek, nem jó, még nem elég. Kegyelmes Isten, magadhoz vegyél. Cellám kövét rózsatövis lepi, Isten keze reám csak úgy legyint. Szeretetre vágyom, segíts Jézus! Szitkozódik felettem a klérus. Nem értenek. Hol talállak, Isten? Haragvó lelkemben béke nincsen. Az ördög lesben áll, tudom én jól, sötét világban üzen a pokol. Most, mintha fény ragyogtatná magát, cellám mélyére, szívem ablakán. Olvasd a forrást, ez a te szavad. Új értelmet kapott, jön, él a tavasz. Októberben, a reformáció hónapjában a hagyományoknak megfelelően ismét országos evangelizációt tartottak a deáktéri evangélikus templomban. A járványhelyzet ellenére az ország különböző pontjaiból jöttek el az evangélikus gyülekezeti tagok, hogy Isten igéjére figyeljenek. Lupták György, nyugalmazott evangélikus lelkész, az év igéje alapján hirdette Isten igéjét. Legyetek irgalmasok, szól a felszólítás. De lehet-e parancsra jót cselekedni, vetette fel az ige hirdető, aki rámutatott arra is, mai világunkban nem szokás az engedetlenségről és a bűnökről beszélni. A kegyelem és az irgalom kéz a kézben kell, hogy járjanak. Hibát követünk el keresztényként akkor, amikor csak az egyikre tesszük a hangsúlyt, a másik meg csak másodlagos lesz, vagy fordítva. Mert miért is? Mert az irgalmasság egy lépcsőfok lehet a kegyelem elfogadásához, megértéséhez. A kegyelem adja meg azt a megoldást, amit Isten adhat igazából. Mi tehetjük a jót, gyakorolhatjuk a jó cselekedeteket, könnyíthetünk embertársaink szenvedésén és gondjain, de
teljes munkát akkor fogunk végezni, amikor felmutatjuk Jézus Krisztus keresztjét. Ha Jézus Krisztus szeretetét átéltük, ha Jézus Krisztus a szívünkben van, átéltük az ő bűnbocsátó kegyelmét, akkor magától fog jönni, hogy nem fogom elfordítani a fejem, ha az utcán fekszik egy ember, vagy nem fogom átlépni, vagy nem fogom a szívemet, pénztárcámat bezárni előtte. Mert abból a szeretetből, amit átéltem, abból a szeretetből fakad is az én irgalmasságom is, amit én kaptam Istentől. A nap egyik bizonyságtevője volt Hulei Enikő lelkész, aki többféle élethelyzetéről mesélve vallott arról, hogyan tért meg, hogyan lett aztán újjászületett keresztény, és miért választotta a lelkészi pályát. Arról is őszintén mesélt, hogy Isten új utat és lehetőséget nyitott meg előtte. 16 éve indultam el a lelkészi szolgálat útján. 2005. július 16-án azzal az igével, hogy Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. És annyi ponton tapasztaltam meg, hogy az Isten állított szolgálatba, és most is ezt tapasztalom. Annak ellenére, hogy lehet, hogy sokan most azt gondolják, hogy ellent mondok önmagamnak. Hiszen eljöttem Kecskemétről, hiszen most nem vagyok egy konkrét gyülekezetbe. De azért jöttem el Kecskemétről, mert az Isten azt mondta. Ő vitt oda, amilyen bizonyos voltam igéken keresztül, hogy ő vitt oda és ott akar szolgálatba állítani, és ez így volt 11 éven keresztül, olyan biztos voltam abban igén keresztül, hogy most ő zárja be azt az ajtót, amit senki nem nyithat ki, és hogy nekem talán soha nem égett ennyire a szívemben az, hogy én az Istent szolgálom, és ott szolgálom, és azokban a helyeken, és helyzetekben, és szolgálatokban, amit ő mutat. Pakondi Gábor pszichológus, a budaörsi gyülekezet tagja, érzékeny és szorongó gyermekként sokáig kereste saját értékeit, és mivel nem ismerte az evangéliumot, ezért keresztény ismerőseit kérdezgetve próbált közelebb kerülni az isteni üzenethez. Végül egy csendes hétvégén érintette meg őt Isten. Feljutott a szívemig, hogy kicsoda nekem Isten, hogy ő az én mennyei apukám. Ugye mivel apa nélkül nőttem föl, nekem eleve nehéz volt ugye Istent felfogni, úgy mint egy jó apa. De megértettem, hogy ő ezerszer jobb apa, mint a legjobb apa a Földön. Ő a földi apám helyett az apám. Isten azon munkálkodik, hogy fejlődjek, hogy megértsem azt, hogy kicsoda ő, hogy ki vagyok én, és mi az igazság. Ugye Jézus is azt mondta, hogy azért jöttem el, hogy az igazságot hirdessem. Deák László lelkész prédikációjában hangsúlyozta, hogy a megtérés által csak elindulunk a keskeny úton, a megszentelődés útján, de nem leszünk még tökéletesek, nem válunk szenté, nem leszünk a bűnnel szemben sérthetetlenek, hibátlanok. A hívő ember életében folyik a harc. Nem szabad lebecsülnünk a gonoszság erejét. Nem azt jelenti a lélek szerint élet, hogy eldobom a gyeplőt és semmi dolgom, de nem is azt jelenti, hogy állandóan ostorozom magamat, valami egészen mást. Ezért komolyan kell vennünk, hogy soha nem leszünk büntelenek, és kísérthetőek maradunk egész életünkben. Csábítható, kísérthető emberek, akiket az óemberünk nagyon-nagyon támadhatóvá tesz, akár az akaratunk, az érzéseink, az érzelmeink, a vágyaink, és napról napra az a kérdés, hogy erősebbek leszünk-e. És ezért is hívtuk Isten szent lelkét segítségül, és ezért kell ezt megtenni, hogy Isten szent lelke legyen ott az életünkben, és legyen velünk ebben a harcban. Azt mondja az Isten, hogy igen, kísérthető vagy, támadható vagy, igen, el is fogsz bukni, de ha a lélek által élsz, a győztes Krisztus által élsz, mert a lélek hozzávisz téged, akkor te is győztes lehetsz. Isten azt szeretné, olyan lenne az ő gyülekezete, az ő népe,
és itt nem csak az evangélikus egyházra gondolok, hanem minden keresztényre, hogy ott megy Jézus elől, és hozzáigazodunk. Mert a Szentlélek munkája az, hogy Jézus Krisztusra mutat. És azt mondja, nézz Jézus Krisztusra, igazodj hozzá, arra fordítsd a fejed, és hidd el, akkor jó úton fogsz menni.